csodafiú majd, aki fölveheti a versenyt Kelvin Price-szal. Testalkatva tiszta Corey Kedby, de egyébként nem. Kelvin Price nyerte a búradobást, úgyhogy ő fog majd kezdeni. Egyébként a... Ugye inkább a VDF-ben versenyez Harley Kemp, az ausztrál versenyeken vesz részt. Ettől függetlenül azért természetesen most a kvalifikáció is sikerült neki erre a torna. Nem találkoztak még ugye egymással. És nézem, azt mondja, hogy Harley Kemp az ötödik helyen van jelen pillanatban az ausztrál játékosok ranglistáján, ott is írják. Úgyhogy kilenc játékos. A Sydney Darts Masters-en játszott 2016-ban. Az azért elég régen volt, úgyhogy elég sokat kihagyott. És ha azt nézzük, hogy az ugye 7 évvel ezelőtt volt, akkor tényleg nagyon fiatal volt, még hiszen 22 éves volt. Ő is saját készítésű nyíllal játszik. Hogy ő sem gyártóhoz kötött készlettel. Láthatjuk, hogy Gervin Price torna első. Kiemeltje így aztán ezt a pozíciót próbálja megvédeni itt az utolsó versenyen is, hiszen ketten is nagyon veszélyesek rá, mint Michael Smith, mint pedig Rob Cross. Ebben a tekintetben ott van a nyakán, illetve hát még azért hát Vandenberg mondjuk már nem, ő 11 ponttal le van maradva, úgyhogy ott azért elég kicsi a valószínűsége, sőt nem is tudja beérni. Lemegy 4 kör alatt 84-re Price. Kiszállóra leér Kemp is. A végére. Dupla 20 nagy kedvence Price-nak, de most messzebb dobott, mint az első nyillal, és nem is találja el a kiszállót, hogy Harley Kemp előtt itt a lehetőség. 66-ról megoldja. És a dupla 20. Hát ezt nem tudom, honnan pattant ki, mert nem nagyon látszódott pontosan, hogy hol volt a hegye, de az biztos, hogy a drótról kipattant. Ezt viszont már Price nem hagyja annyiban, és megoldja. Jól kezdi Kemp a második leget, aztán tripla egyben landol a nyila, meg az ötösben, hát akkor itt maradjunk annyiban, hogy jó kezdte, de a folytatás az már nem volt olyan sikeres. Második köre sem túl izmos Price-nak, bár egy tripla legalább volt benne. Hát a Kemp számára ezek a 30-40 körüli körök, ezek nem fognak kifizetődni. Ennél sokkal jobban kell játszani a Price ellen. Egy.
81. Szállóra le tud menni Kemp, 136-ig. Most érkezik egy nagy kerekítő, nem? Én azért lent javíthat, 80 pont, 130-ig megy le Gerwin Price. Ojaj. 84 pont, 52 Kempnél a maradék kell, a tripla 20 Price-nak. Az megvan. Visszáll a Bullhoz. Na. Egy hármas dob a végére, úgyhogy 47-et hagy. Sikertelen kísérlet volt kiszállóra, 52 Kempnél. Na. Ezeket nem szabad elpuskázni. Nem bizony, mert ezeket Price azért kegyetlenül szokta büntetni. Az előbb se jött neki a dupla 20, a dupla 10 most ezúttal cserben hagyja. Na, egy elit Kemp. Nézd a kezét, hogy remeg a nyíl benne. Lehet látni, hogy a toll így mozog, a izgulás az megvan rendesen. Nem csodálom, teszem hozzá, a világ egyik legjobb játékos ellen játszani. Nem akármilyen kihívás, de egy leg megvan. Látod? Nézd meg, hogy fölemeli. Nagyon rászkódik a nyila, de hát ez tök jó. Sokat tud segíteni egyébként az, hogyha koncentrációt összeszedje. 180! Megérkezik az első perfekt kör. Na most bedobja a dupla 20-ot Price, és egy 15 nyilas leggel 2-1-re átveszi a vezetést. Elég 70 alatt van, igen, ilyen pátlaga. Azért látjuk, hogy még Price is keresi. Bemelegítő üzemmódban, azzal a 85 körülivel. De hát ugye ilyenkor ezeknek a játékosoknak az elsődleges cél bejutni a következő körbe, és ott már azért nyilván egy komolyabb... Hát meg hogy ki hogy érkezett, nem? Bocsánat, 12 nyilas volt az a legigen elnézés. 180! Elszámoltam. Pedig még írják is egyébként ebben a, ezen a kijelzőn írják, hogy mennyi nyílnál tartunk. De izzadt Kemp, atya világ. Hát igen, mondjuk testalkatból is adódik, plusz még rájön az adrenalin, meg az izgulás, az meg a közel 45-50 fok a színpadon, úgyhogy ezek így, és 24-re leteszi magát Kemp. Nem jön a tripla. Jó, hogy a Price 13 nyilas leg, azért most már tényleg elég komoly játékot mutat be Price. Az első két leg 19-23 nyíl, de utána azért ez már imponáló. És áldja az eseményt az úr. Thank you.
170-re le tud kerekíteni. 9 nyíllal. Érdekes, hogy itt azért Kempnél is ugye övegednek a triplák, de, valahogy nem. Nem akar ez a dolog csökkenni megfelelő módon. Ebből nem lesz 170-es kiszálló. De 36-ra letelti magát, meg is teszi gyönyörűen 134-jel Price. Dobta a biztonság kedvéért, mert már érezte, hogy erre nem fog rádobni, úgyhogy inkább egy újabb 13 nyilas. Nem nagyon hatotta meg Kemp 180-a, azonnal kivágta a kiszállót. Érződik, hogy izgul, nagyon izgul Kemp. Nem tudom, hogy mennyire szokta ezt, hogy az arcán egyszerűen látszik, hogy a dobások előtt becsukja a szemét. Nem tudja ellazítani magát. De hát neki nyilván ez egy nagy élmény, nem? Persze, még nem játszik egyébként rosszul. Nyilván tudna jobban is, az elején nagyon megilletődött volt, az utóbbi 3-4 leg az már úgy rendben van. Ebben a legben is nagyon jól kezdett. Nincs még szektorhibája eddig ebben a legben. 140-60-nal. Ugyanez igaz Price-ra is, aki viszont leteszi magát 170-re. Most nem ment rá arra a 134-es kerekítőre, ami az előbb bejött neki. Marad is a 112, 143 Kempnek. Az jó, kell az 51. Az is jó, dupla 16. Jaj, de gyönyörű! A torna eddigi legmagasabb kiszállója. Le is pacsizik vele Price. Az is sportszerűen 143, gyönyörű kiszálló. Azért megmutatja, hogy tud ő nagyot dobni. Ilyen sikerek kellenek ezeknek a játékosoknak, lehet később építkezni. Százegyvenet oda pakol Price most. Első pályán. 96-os átlagon Price, 84-es átlagon Kemp. És 140. És megy most, kapaszkodik. Ez remek. Csak hátsó pályára nincs könnyű dolga, főleg ha Price így játszik. Most kellett volna azért két tripla. Tripla 18, 76-ot hagy magának Garvin Price. Na. Ah. 160-ig megy le Harley Kemp. Hoppá. Az jó, dupla 8. Nem találja a kiszállót. Nincs 15 nyilas. Egy 160-as. Az nem lesz. Hát az viszont már is 5-2. Vége. 180. Jó, Cass Price. Biztatóan. 140 se volt rossz, de... ez viszont... 11 az elkapkodott utolsó nyíl. A negyedik nyíl a helyén. Az ötödiket mellé dobja. 81 pont.
mint augusztusban folytatódnak a másodvonalas sorozatok is, ugye a Challenge Tour-t folytatják ezen a hétvégén három állomással, és majd aztán a héten folytatódik a Development Tour is. Nem tudom pontosan, hogy lesznek-e magyar részevők, ezt majd ugye később tudjuk meg, de mindenkinek sok sikert, ha utazik valaki. És ahogy mondtam, ugye augusztus 26-27 a Players Championship, illetve 28-án a 11. és a 12. állomásra kvalifikálnak a European Touron. És akkor a 140-ről a két tripla megvan, és a dupla 10 is, gyönyörű befejezés Gervin Price-tól. Jön válasz a 143-ra. Igen, hát most talán egy picit már Kemp is elengedi magát, miután vége a mérkőzésnek. De ez egy két leget fogott. Igen, igen, és egy gyönyörű kiszállóval 143 arra mindenképpen büszke lehet, hiszen azért nem sűrűn dob az ember ilyen kiszállót. És akkor érkezünk a talán a nevek alapján az egyik legnagyobb rangadónak ígérkező Nathan Espinall, Simon Whitlock össze. A hatodik meccsük lesz majd, ha minden igaz.